Újabb hangfelvételeket hozott nyilvánosságra a Magyar Nemzet a kispesti korrupciógyanús ügyletekről. Ezúttal arról beszél Lakner Csaba volt szocialista képviselő, hogy milyen ügyek elintézéséhez kell zsebbe nyúlnia egy vállalkozónak. Konkrét telekügyletek is szóba kerülnek. Először a választás előtt kerültek nyilvánosságra a kispesti gazdasági visszaélésekről szóló felvételek. Az ügyben azóta a rendőrség és az adóhatóság is nyomoz. Tudom, hogy mit akar. Nyúljon zsebbe. Zsebbe kell nyúlnia annak a vállalkozónak, akinek a telkét érinti a helyi építési szabályzat. Erre utal a Magyar Nemzet által nyilvánosságra hozott hangfelvétele Lakner Csaba, volt szocialista képviselő, a kispesti korrupciógyanús ügyletek egyik főszereplője. Tudom, hogy mit akar. Nyúljon zsebbe. De azt nem. Leközvetítsen? Nem, nekem nem kell. Hívjon föl, hogyha akar valamit. A beszélgetésben többször is szóba kerül az építéshatósági és városfejlesztési iroda vezetője, és egy konkrét telekügyletet is kitárgyalnak. Eladtuk a telkeket. Igen? Aha. Az a ügyélet a tájlancsávon, nem vagy mi? Hát az is benne volt. Lakner Csabáról még az októberi választás előtt másfél héttel került nyilvánosságra először egy botrányos hangfelvétel, amelyen közpénzek ellopásáról, gazdasági visszaélésekről és túlszámlázásokról beszélt. Hogyha te évente nem keresed meg a 100 millió forintot, akkor hülye vagy. A volt szocialista önkormányzati képviselő azt is kifejtette, hogy milyen módszerrel lehet évente 100 milliót keresni. A választás előtt még szövetségesei és pártársai is kiálltak mellette. Október 13-a után azonban távoznia kellett az MSZP-ből. Képviselői mandátumát ugyanakkor megtartotta. A hangfelvételeken elhangzottakkal kapcsolatban a rendőrség és a NAV is nyomoz.